Először is köszönjük szépen a szervezőknek a meghívást, azt hiszem minden kéne kezdeni nektek, meg azt, hogy vettétek a fáradtságot, és eljöttetek, mert ez így mindig más, hogy dumálunk mikrofon mögül, adott esetben képernyő előtt, de más az, hogy van személyes kontaktus is a nézőkkel, hallgatókkal, és tényleg szerintem ez az első ilyen jellegű dolog, akár a ti, akár az én életemben. Abszolút. Hogy így nyilvánosan veszünk föl valamit. Ami aztán vissza is fog köszönni majd a webben ebben a változatlan tartalomban. Ha akarsz, vágsz rajta, nem. Ja, én biztos nem. Mondtam, meg egy kicsit majd te is lehet közel magad az a mikrofon, mert na, hallod is így a monitorban. Így hallom, igen. Az igazi, hogyha... Ha már itt szóba került a felvétel minősége is. Akkor... Pedig ugyanezekkel az eszközökkel dolgozunk akkor is, amikor a felvétel van. Én azt gondoltam egyébként, hogy pont azért, mert ilyen szép számban összejöttetek, egy kicsit lehet hosszabb is akár ez az interaktív rész a végén. Itt Attila összeírt egy témalistát, hogy mi szerint haladnánk. Ugye itt elsősorban magyar focis témák lesznek, de kikacsintunk azért külföldre is. Úgyhogy ezeken szerintem szaladjunk végig, és hogyha ezekkel kapcsolatban van kérdésetek, akkor én azt javaslom, hogy közben is akár egész nyugodtan jelezzétek, aztán tényleg próbálunk válaszolni, hát így ha van. Sikerül. Szerintem csapjunk szépen lassan bele, már csak azért is, ugye november 25-e van a Magyar Labdarúgás napja, ugye a 6-3 évfordulója. Ennek örömére gyűltünk Isten igazából itt össze, vagy ez az indoka igazából ennek a mai közös beszélgetésnek. Mellettem Baumstar TV barátom ül, a Spieler TV műsorvezetője, kommentátora, régi kollégám és jó barátom. Haraszti Ádám, a Sport Televízió műsorvezetője, kommentátora, régi jó barátom. Boncz Attila pedig ugye korábban ugye nagyon sokáig dolgoztál a Nemzeti Sportnál is, a Sport TV-nél dolgozol jelenleg, és ugye Szeli Matyival közösen csináljátok a Sport TV és a Nemzeti Sport közös futball podcastját, amit egyébként ugye a Sport TV podcastját kerestve találtok meg a különböző platformokon, minket pedig ugye teljes terjedelemként, hogyha akár SoundCloudon, akár iTunes-on, akár egyéb most már tényleg, hál' Istennek, néha még a Google Podcast is feldobja az adásaikat. Hát nagyon ritkán, ott nem tudjuk, hogy mi a probléma. De most én már többet is megtaláltam, úgyhogy kezdem azt hinni, hogy ez is működik. Csapataink harcban állnak. Tényleg Spotify, ezt se hagyjuk, úgyhogy minden ilyen lehetőség adott természetesen. Most már befejezted az önreklámot lassan. Tehát na jó, csapjunk. Így is van bele akkor magába tényleg a beszélgetésbe. És hát nyilván a legaktuálisabb témakör és kérdés, hogyha a magyar labdarúgásról beszélünk, az természetesen a magyar válogatott EB-selejtező sorozatának a vége, és hát igazából vége, hiszen most már hivatalosan a Nemzetek Ligája playoffján keresztül tudjuk kiharcolni majd a továbbjutást. Nyilván érdemes erről az egy meccsről is beszélni, külön meg azt hiszem egészében is a selejtező sorozatról, mert összességében én azt mondom, hogy már az is, hogy megelőztük mondjuk a szlovákokat, már azt se feltétlenül kalkulálhattuk be. Na ugye, hol előztük meg a szlovákokat? Ha megelőztük volna a szlovákokat, ugye azt se kalkulálhattuk volna már ebbe az egészbe bele. Ez meg így, hogy végül is az utolsó pillanatig esélyünk volt arra, hogy ott legyünk, és direkt kvalifikáljuk magunkat a selejtező sorozatból. Azt mondja, ez is már egy, nekem legalábbis az álmaimat túlszárnyalta akkor, amikor láttam, hogy milyen csoportba kerülünk. Hát az én álmaimat túlszárnyalni nem tudta ez, de nem akarok negatív lenni, mert alapvetően szerintem vállalható, és ez az a jelző, ami leginkább illik arra, amit a magyar válogatott teljesített a csoportjában. Negyedikként sorsolták be, negyedikként végzett. Gondolkoztam azon, hogy ha erről beszélünk, akkor mi az, amit akár én, vagy akár mi hozzá tudunk tenni ehhez a témához. Nyilván mindenki már leírta a maga véleményét. Kettő dolog van, ami szerintem megjegyzendő és fontos, mert fogunk majd beszélni ugye itt a magyar játékosokról, főleg a topligában pallérozódó magyar játékosok kerülnek majd szóba, meg azok, akiket mi leginkább kulcsembereknek gondolunk, hogy sokkal több olyan magyar focistára lenne szükség, aki nem feltétlenül topligában játszik, hanem mondjuk amögött legalább egy, de akár kettő szinttel is. Tehát Attila még egészen biztos, meg Ádi még egészen biztos, ahogy itt benneteket néznek, már nem biztos, hogy mindenki emlékszik arra az időszakra, amikor egy csomó belga magyar légiós volt még, amikor Hollandiában azért többen játszottak, akár Ausztriában többen megfordultak. Én ezekből a ligákból hiányolom inkább azokat a játékosokat, akik ott esetleg kulcs szerepet is játszva el tudnak jutni arra a szintre, hogy a magyar válogatottnak segíteni tudjanak. Szerintem az nagyon hiú ábránt, hogy abban gondolkozunk és arra vágyunk, hogy majd Sallai Roland a Freiburgot most, nem tudom, fél évnyi sérülés után egyedül fogja fölemelni, és majd ő ott kulcsember lesz, és állandóan pályán lesz. Mondjuk az a Freiburg nem áll olyan rosszul most. Én sokkal inkább abban gondolkoznék, hogy
hogy ezekben a magyarhoz talán közelebb álló, de a topligáknál egy alacsonyabb szintet képviselő ligákban legyen több magyar játékos. Jelen pillanatban a magyar élvonalat nem tartom erre tökéletesen alkalmasnak, mint ahogy ez kiderült szerintem ezeken a meccseken is. És még egy dolog, és akkor itt ezt a részét én be is fejezem, ami negatívum, és ami számomra most a legfájóbb, nem tudom, ti így érzitek-e, egy kicsit, mintha megbomlott volna az egyensúly itt a végére, Rossi meg a játékosok között, ami egyébként végig megvolt. Azért, hogyha ezen megyünk tovább, hogy megbomlott az egyensúly, itt lesznek olyan sorsdöntő kérdések, amikre szerintem már válaszolni kellett volna, és egyébként nincs rá válasz, vagy van, de az nekem nem tetszik. Ez az egyik, és itt bizony el kell dönteni például egy olyan kulcskérdést, amivel mondjuk akár a saját főnökünk is nagyon foglalkozott a hétvégén, ugye Máté Pál, a Dzsudzsák Balázs szerepe mi legyen ebben a válogatottban. Tehát ott van mondjuk egy Puskás stadion megnyitó mérkőzés, látta mindenki előtte a szlovákok elleni hazai meccset, hogy Szoboszlai hogy rúg szabadrugást. Puskás stadionban ott volt 2-1-nél, ha mondjuk a tévékamerából nézzük, a jobb oldali kapura egy normális szabadrugós lövő hely, jobb ballábasnak is jó. Dzsudzsák olyan szabadrugást lőtt belőle, hogy elsőként elhajtott onnan mindenkit, másodikként egy NFL-es mezőnygóra sem lett volna jó a szabadrugása, mert annyira másfelé ment a labda. Tehát vannak egyrészt ilyen kérdések. Másrészt, amit én azt gondolok, és ebben benne van valahol a média felelőssége, és ennyire lehetünk őszinték, hogy lehet, hogy olykor túl sok volt az, amilyen optimizmus jött le bizonyos médiumokból. Ugyanakkor azt tudomásul kell venni, hogy azzal nem lehet eladni egy terméket, hogy ez így rossz, úgy rossz, amúgy rossz. Az optimizmus az sokkal előrébb visz, akár lapeladásban, akár televíziós nézettségben. Tehát ezt is tudomásul kell, nekünk nem az a dolgunk, hogy előre látatlanba negatív minősítéssel illessünk valamit, ezt most nagyon durásan fogalmaztam, hanem az, hogy próbáljuk meg azt fenntartani, hogy ezért érdemes megnézni, vagy elolvasni valamit másnap. És persze ez vezethet oda, hogy kijön az, hogy basszus, elhisszük azt komolyan, hogy Velsz ellen van esélyünk, ahol mondjuk Real Madrid, Juventus játékosok döntik el a válogatott meccs sorsát nálunk, meg hát hadd nem mondjam, hogy a sivatagi sor milyen része kerül pályára. És ez egy második olyan dolog, ami szerintem rossz felé tud vinni. A harmadik meg az, és itt rátérve már részben a sorsolásra is, hogy Bulgária ellen azt gondolom, hogy nem az fog dönteni, hogy ki lesz jobb, jelenállás szerintem ki lesz kevésbé rossz. És a kettő között van egy borzalmasan nagy különbség. Beszéljünk külön elő a Velsz meccsről, vagy inkább egészében próbáljuk megértékelni ezt a selejtező sorozatot. Mert önmagában nyilván arra a meccsre visszatekinteni feltétlenül nem jó, mert hát tulajdonképpen, ha nagyon őszinték akarunk lenni, meg hogyha a szabályokat nézzük, nem volt kaput eltaláló lövésünk szabályos helyzetből azon a mérkőzésen. Hát szerintem felesleges azt nagyon hosszasan boncolgatni, hogy mi történt ott. Annyira papírforma érvényesült, mint amit Attila is mondott az előbb, hogy nyilván, hogyha a Puskás Akadémia bal hátvédjének kell találkozni a Real Madrid szélsőjével, akkor az azért nem feltétlenül egy olyan mérkőzés, vagy egy olyan külön meccs, amit érdemes a Puskás Akadémia védőjére tenni. Én bevallom, úgy álltam neki annak a meccsnek, hogy hát persze mindig van az emberben egy ilyen visszafogott bizakodás, hogy nem, hát ha meg, hát azért csak történnek ilyenek, de nem érezte az ember szerintem egy másodpercig sem azt, hogy hú, itt azért majd tűzbe jön meg akkor érdemes reménykedni. Hát szerintem, visszatérve a kérdésre, szerintem nem érdemes külön kezelni ezt már. Tehát lezárult egy sorozat, egy-egy meccset kiragadhatnánk képességgel az idegenbeli szlovákot is, ami nekem ennél is nagyobb szívfájdalom volt, bevallom őszintén. Nekem nem a Velsz volt a legnagyobb bátorom, a szlovák idegenbeli hozzáállás, meg játék szempontjából is. De ami az egész sorozatra jellemző volt, az a borzasztó kétartóság. Tehát az, hogy idegenben mi elfogadható szinten Bakut leszámítva nem játszottunk sehol, az egészen biztos. Ugye a másik három meccset lehoztuk 0-3-0-2-0-2-vel. Uh-huh. Ez micsoda? Van ennél több egyébként ebben a már csapatban? Ennél több kapott gól? az még akadhat, de nem, az a baj, hogy nem látom azt, hogy a játékosok a képességeik alatt teljesítettek volna olyan rettenetes mértékben. Ezt semmiképpen nem lehet mondani szerintem. Sőt, én nekem ezzel kapcsolatban biztosan sokan nem értenek ezzel egyet, de van olyan teóriám, ami például
Lovrencsics Gergőnél jobb hátvéd szerintem nem volt 10 éve ebben a magyar válogatottban. Igen. De nevet kérek. Hát az utolsó, akit így megtudnék említeni, az körülbelül Bodnár Laci, nem? Tehát aki a használatos szint kellett volna, hogy legyen, hát aztán... Elmúlt 10 év. Szörnyű ködövető tudomású, tehát hogy mennyivel megy lefelé az egésznek a viszonyítási pontja, hogy Bodnár Lászlóra 10 éve elteltével 2019-ben már világsztár jobb hátvédként tekintesz. Megszépülnek az emléke. Hát aki indult a szabadrugás lövő világbajnokságon. Tényleg volt olyan is. Emlékeztek ti erre? Nem? Volt, rendeztek egy ilyen eseményen. Egy hírenfilmben játszó török játékos nyerte egyébként meg valamikor decemberről, de tényleg. Tudom, emlékszem, hogy adtátok is, azt hiszem. Adtuk, igen. A baj az ott van, hogy szélső hátvédünk nincsen 10 éve, nem jobb, meg bal. Szélső hátvéd, bal az még régebb óta nincsen. Hát nem tudom, ott meg Lőv Cica körülbelül? Akire visszatudunk. Fehér Csabi, de ő jobb hátvédként igen, tehát hogy, de ő még régebben volt, hát, ugye, mint Bodnár Laci. Hát szerintem egyébként most visszatérve, de tényleg Csabi volt az utolsó olyan, aki mondjuk nemzetközi hát szinten értelmezhető szintet tudott hozni. Azért mondom azt, hogy most ehhez képest szerintem Lovrencsics Gergő tényleg egészen jó megoldásnak tűnt. Nem tudom, jó, de ő milyen messze van, akár a Fradit, ha nézed, akár a Váltot, ha nézed, milyen messze van a posztján, nem az elittől, mert azt felejtsük el, a középmezőnytől. Az egyik barátom mondta ezt, és egyébként szerintem teljesen igaza van, hogy egyetlen egy probléma van azzal, hogy Vili Orbán magyar válogatott, tehát látjuk, hogy mennyire gyengék mellett a többiek, akik a belső védő poszton játszanak. Tehát, hogy az, hogy Kádár milyen döbbenetesen rosszul játszott középhátvédet Vili Orbán mellett, arra nincsenek szavak szerintem. De hát sajnos, aki ott volt mellette ebben a selejtező sorozatban, az annyival alatta van, szerintem szintben, anélkül, hogy most bárkit meg akarnék bántani, hogy arra tényleg nagyon nehéz szavakat találni. És az embernek az volt az érzése, amikor látta Vili Orbánt először pályára lépni a magyar válogatottban, hogy na hát valami ilyesmit akarnánk, vagy valami ilyesmire vágytunk most már viszonylag hosszú idő óta. Mennyi plusz pénzt ajánlasz fel a lipcsei orvosoknak, hogy rendbe hozzák meg? Hát, bármennyi. Tehát ez szerintem, nem mondom, hogy Velezben nyerünk, hogyha ő van. Biztosan. De figyelj, az egyik, tehát gyakorlatilag szintén egy volt kollégám mondta ezt, hogy az egyik legfőbb esélyünk, mondjuk egy ilyen Velez elleni mérkőzésen, hogy egy jó oldalszabadrugás vagy szöglet után Vili Orbán fejjel egy gólt. Tehát, hogy ezzel mondjuk nem csak védekezésben, hanem támadásban is beárasztuk az ő szerepét. De figyelj, egy dolog érdekes mind a kettőtöktől. Képességben vagyunk inkább lemaradva, vagy gondolkodásban? Kettő összefügg. Majd a másodikat megmondom, hogy miért kérdeztem. Képességben is, vagy hát, hogy is fogalmazod, kifejlesztett képességben, vagy... Mert nyilván én ebben nem hiszek, ez a kedvenc bullshit, amit hallok állandóan, hogy genetikailag nem vagyunk képesek arra. Arra szó sincs, ez hülyeség. Tehát ez abszolút marhaság. Igen, tehát a képzettség, akkor valószínűleg ez a legjobb szó egyébként ezzel kapcsolatban, nyilvánvalóan. Melyikben nagyobb az elmadás, képzettségben vagy gondolkodásmódban? Mit értünk a gondolkodásmódban? Tehát például a játékban? Például tudod azt, hogy Gerard Bale van veled szemben, tudod, hogy atom ballábas, és jobb lábában a labda, akkor visszaveszi a labdát, és nem adja be jobbal. Például egy ilyenre gondolok. És erre hogy helyezkedsz? Megint ugye most nagyon nehéz, pont egy olyan embert veszünk ki ebbe ezzel kapcsolatban, aki először játszott egyáltalán nyilván. Ja, most bocsánat, érte. Jó, igen, mert nem ő váltott ki rá, ez jogos, nem nagy volt, aki odalépett erre. Így van. Ez egy hosszú történet. Gondolkodásban is nyilvánvalóan, és ezek mindig akkor derül ki, amikor tényleg egy játékos, főleg, hogyha a keleténél is több időt tölt mondjuk Magyarországon, és mondjuk 20-as évei után kerül már ki külföldre, tapasztalja azt, hogy ebben is mekkora a differencia. Egyébként csak még egy gondolat ehhez a genetikai témához. Nem tudom, olvastátok-e, vagy hallottatok-e arról, hogy most, amikor megtörtént ez a 2 órán belüli idő a maratoni futásban, itt volt egy csomó cikk, ami ezzel kapcsolatban megjelent, és igazolták azt, hogy a genetikának ebben sincsen sorsdöntő szerepe, mert aki ugyanúgy 2-3 éven keresztül 3000 méter fölött tudott élni, és nagyjából a kenyaiak életformáját tudta élni, az megközelítőleg olyan eredményeket tudott futni, mint azok az ott élő kenyaiak. Tehát ott sem a genetika az, ami főszerepet játszik, hanem a folytatott életmód. És egyébként csak azért hoztam ide, hát ez mert már a gondolkod... Hát igen, meg antropológia. De az Ingebrigtsen testvérek is ugyanilyenek a középtávfutásban, hogy felvesz. Európai föl tudják venni a versenyt az afrikai futók. Pontosan, és itt jön be az, amit kérdeztél, és szerintem ennek van nagyon-nagyon fontos szerepe,
hogy a kimunkált vagy a kifejlesztett képességek mennyire múlnak a gondolkodáson. És ez már a gondolkodás része, hogy valaki mondjuk feláldozza úgy az életét, a fiatalságát, az összes szabadidejét arra, hogy úgy étkezzen, úgy táplálkozzon, úgy aludjon, úgy edzen, ahogyan a legnagyobbak teszik ezt. De Szoboszlai Dominik esetében nagyjából szerintem jelen pillanatban elmondhatjuk, hogy tudjuk ezt, hogy igen, erre az egyértelmű válasz, és nem véletlen az, hogy gyakorlatilag rátekintünk, mint valami fajta ragyogó reménysugár az egész magyar fociban, és a gondolkodásból indul ki ez, szerintem. Na de ehhez csatlakozva az Indexen volt múlt héten egy cikk a North Zealand futballcsapatáról, akik ugye Afrikába csinálták meg az akadémiájukat, és csak úgy vettek oda föl embereket, hogy igen, beáldozzuk érte ezt, ezt és ezt. És a kisgyerekekkel írtak egy levelet, benne ott mi az, hogy leginkább rossz vagy nem jó, hiányzik az anyukám. De tudják, hogy ez kell a későbbiekre, hogy ez működjön. Ez így van, tehát, hogy és szerintem itt indul az egész történet, meg itt indul az egész problematika, hogyha problémáról beszélünk, hogy azért nagyon-nagyon kevés olyan magyar fiatal van, akinek ezt megfelelően elmagyarázzák, mert ezt nem feltétlenül kell tudnia, tehát nem ezzel születik senki, hogy neked miről kell lemondanod ahhoz, hogy élsportoló legyél, de kevés olyan ember van, akik a futball utánpótlásában is dolgoznak, akik ezt megfelelően el tudják mondani, hogy igen, barátom, hogyha erre a szintre szeretnél feljutni, akkor ez csak így megy. Lehetsz te akármilyen született tehetség. Hát ugye, és a másik dolog, ami szintén ide jön, hogy le kéne számolni azzal az illúzióval, mi lesz egy kisfiam futballista, tehát ez nem működik. Tehát igen, a képzés az azzal is együtt, hogy tanulsz rendesen abba az iskolába, és aztán azt használod később. Tehát nekem a babos mesélte egyszer még régen, hogy mennyivel másabb az, hogy ő kiment külföldre védeni a Bredába először, és utána ment tovább, mindenhol meg tudott szólalni külföldi nyelven. Kimegy egy magyar légiós, egy átlag magyar légiós. Hát most akkor a Puskás díjátadását akkor elő is vehetjük ilyen szempontból. Igen, és nem tud megszólalni. Holott nem 20 ember fog megtanulni az ő kedvéért magyarul, hanem neki kéne megtanulni az ország nyelvén, de legalább angolul. És hogyha járnak, ne adj Isten, iskolába, középiskolába, az ilyen akadémiánkon, akkor ott mit tanítanak mondjuk angol nyelv címén? Ez az, amit nem tudok megválaszolni. De mondjuk ezzel kapcsolatban pont azért ébrednek bennem kétségek, mert abszolút neked való az ehhez kapcsolódó problematika, hogy azért Bayern Münchennél voltál már egy párszor, hogy ott hány olyan játékos van, aki nem beszéli a németet egyáltalán. Tehát, hogy Lizarazu hány évet játszott a Bayernben, úgyhogy köszönni nem tud németül. Tehát, hogy mostani csapatban is vannak ilyen bőven. Na de figyelj, de beszélnek világnyelven. Jó, angolul, így van, angolul beszélnek. Magyar játékos magyarul is törve beszél adott esetben. Tehát tudok olyan magyar futballistáról, aki nem nyilatkozhatott, mert nem tud rendesen magyarul sem. Tehát meg volt olyan letiltott boxoló, aki azt mondta a menedzser, hogy figyelj, kérdezd meg tőlem, hogy mit szeretnél tőle kérdezni, majd én megmondom, hogy mit válaszol rá. Ezek megtörtént esetek a magyar sport történetében. Tehát ezt nem mondom nevekkel, az utóbbi ezt tudok abszolút nevet is mondani. Viszont Tibi itt már pedzegette azt, hogy most akkor hogy áll a harmónia az öltözőn belül, meg hogy viszonyulnak a játékosok Marco Rossihoz. Én ugye olvastam már olyan felvetődő kérdéseket is, hogy akkor most egy ilyen eredménytelenség után miért nem kérdőjelezzük meg a szövetségi kapitány, meg miért hosszabbítanak vele szerződést, stb. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Jó, mondjuk nem vagyok bejáratos nyilván a válogatott öltözőjében, meg ezzel kapcsolatban abszolút nem is tudom, hogy mi a helyzet Rossi és a játékosok között, de ha csak simán azt nézem, hogy ő milyen edző, meg milyen tudásanyaggal rendelkezik, akár csak a magyar labdarúgással kapcsolatban is, de egyébként is, amit láttam tőle eddig itt válogatott szövetségi kapitányként, én nem gondolom, hogy nagyon lehetne most jobb edzője, reálisan nézve a magyar válogatottnak. Mondjuk Pochettino szabad persze, de... Hagyjál már edzőket meg, jól érzi? Allegri is szabad. Nem, én Tárda is, bocs. Így van. Egyébként az érdekes, hogy ez még a sajtóban ilyen gondolat szintjén sem vetődött föl. Nyilván van oka, hogy miért nem, de azt hittem, hogy ebből azért lesz, vagy próbálnak generálni valami hírt, hogy esetleg Pali visszatér. Nyilván nem fog. Egyetértek maximálisan, úgyhogy meg azzal a részével is, hogy nem vagyunk bejáratosak az öltözőbe. Az, hogy most tényleg vannak-e ellentétek, vagy van-e olyan konfliktus játékos meg edző között, amiről azért lehet hallani, hogy van, azt csak ők tudják megmondani. Reméljük nincs. Vagy reméljük nem olyan, ami feloldhatatlan. Alapvetően azt gondolom, hogy az az egyik, talán nem is dobogós a problémák között, hogy ki a szövetségi kapitány. Én mindig rendszerbe szoktam gondolkodni ostoba német pártiként, és pillanatnyilag nem látom azt a rendszert, amire épül a magyar futball.
Mi voltunk 2014-ben vagy 2015-ben forgatni egy ilyen utánpótlás sorozatot. És akkor kapcsolatban kerültünk a WPASS céggel, voltunk itt Belgiumban, a központban, halál normálisak, tényleg elképesztő, hogy miket néznek meg. És ugye utána kezdtünk el olvasgatni később is, hogy mégis milyen ajánlásokkal jönnek az akadémiákra. Hát ez a cég azért letett egy-két referencia munkát az asztalra. A belga utánpótlásból most már kinőtt egy olyan vállalatot, ami vezette a világranglistát, lehet, hogy vezet is, most azt fejben meg nem mondom, de tud bármelyik EB-n, VB-n érmet nyerni. Azt a rendszert fölépítették. Tudták azt, hogy nem megy egy, kettő, három, négy év alatt, hanem kiszámolták azt, hogy egy 6-8 év kell ahhoz, hogy ez működjön. Mi mit csinálunk? Két évente újra húzzuk a házat. Hát de nem fogod, legalább elkezdenénk ásni az alapot, de még csak az sem nagyon történik, hanem így nem tudom, így kizavarjuk körülbelül a malacokat, hogy túrják fel a földet. Kb. Igen, és letettek a dádaiek is ilyen koncepciót, Dárdai Szab is, nem tudom ki volt még, aki benne volt alkotóként. Az azt hiszem, Fehér Csabi, ugye erről beszéltünk Csabi, is talán, igen. Tehát az a koncepció, az talán lehet, hogy érintés nélkül landolt a ez konkrétan így történt, amennyire hallottuk az érintettektől. És hogy erre a rendszerre szükség lenne, tehát hogy látsz egy olyan piramist, hogy basszus, U14 legyünk megengedőek, és onnan hogy megyünk fölfelé. De most már azt látod, hogy amikor mondjuk én odakerültem a Sport TV-hez 2011-2012-ben, akkor még az ilyen U17, U19-es elit tornákat be kellett rámolni a műsorrácsba. Most ott tartunk, hogy húristen, jussunk meg egy elit körbebe, tehát nem EB-re, jussunk be az elit körbe. De még azért az is egy kiugró dolog volt akkoriban, tehát nem volt az se feltétlenül trend előtt, és ez körülbelül ugye ez a német Krisztián Gulácsi féle generáció. Az hamarabb volt, mert akkor műtötték a térdemet. Na, most hogy mondod, 2009-ben már 20-asok voltak. Szóval... nem biztos, hogy jó, hogyha megengedők vagyunk ilyen szempontból, nem, mert ott már azért szerintem már U14-ben pontosan ez mutatja, hogy lemaradásban vannak. És ugye nekünk az a fontos, hogy legyen eredmény, nem, az a fontos, hogy tanuljanak meg futballozni, amit később lehet használni. Tehát lehet, hogy bizonyos nemzetek megengedik azt maguknak, és meg is kell engedni maguknak, hogy ne legyen eredmény U17-ben, de legyen egy olyan alap, amire U19-ben, U21-ben tudsz építkezni. Erőlétet nem fogsz U21-ben szerezni, meg alapképzettséget sem fogsz. Most érted, a Győrnél vagy a Fradinál az utánpótlásban már most az 1-0-ákra mennek rá inkább, hogy legyen eredmény. Minek? U17-es meccsre úgysem egy ki senki. Teljesen jogos. Hát igen, nyilván az minősíti ezeket a korosztályos csapatokat, hogy mennyit tudnak kitermelni, hány játékos tudnak kitermelni a felnőttnek, de erről sokat beszéltünk hát már. Hogy... Vagy gondoltok arra vissza, hogy annak idején 2007 körül lehetett, amikor ugye Gulácsi, német, meg Adorján egyszerre mentek ki a Liverpoolba. Most hova ment ki legutóbb ilyen szintű csapatban magyar utánpótlás játékos? Nagyon gondolkodom. Nem tudunk róla. Visszajöttünk holnap is nyugodtan. Viszont ha már itt magyar játékosokról, meg külföldről beszélünk, ugye ezt terveztük a második programpontunknak, hogy a külföldön komoly szinten futballozó magyar légiósokról beszéljünk, és érdekes pont az jutott eszem, hogy azt hiszem talán pont nem soroltuk fel Willy Orbánt ebben a kategóriában a saját kis jegyzetünkben. De ott volt. Ott volt. Akkor én kérek elnézést, viszont az jutott ezzel kapcsolatban eszembe, és én ezt a gondolatot már pedzegetem egy ideje, főleg azóta, amióta láttam például Kochot a német válogatott védelmében játszani, vagy éppen Jonathan, tehát ugye több alkalommal a Nacionál elvben, Attila nem véletlenül rázza a fejét. Szóval én azt gondolom, hogy ha most Willy Orbán egyáltalán megnézi a német válogatott összeállítását, szerintem reálisan merülhet fel benne, hogy egyáltalán nem kizárt, hogy a Himlő megkérdezte volna, hogy Willy. egész biztos vagyok benne, hogy felmerült volna. Nem tudom egyébként, hogy mi történt ott a már sokat emlegetett, meg megénekelt konfederációs kupa után, tehát hogy ott volt-e valami fajta kapcsolatfelvétel Löw meg Orbán között. Ugye, hogyha valaki esetleg nem tudná, vagy nem hallotta volna, amikor még erről beszéltünk, ugye ott utána szakadt meg valami, állítólag, ugye szerintem Attila, te jobban tudod, ami miatt Orbán elkezdett abba az irányba gondolkodni, hogy ő akkor mégiscsak magyar válogatott. Azért, hogyha azt a védelmet nézed meg, azért ott ugye szerintem egy negyedik, ötödik centerhalfnak fért volna be. Uh-huh. Ugye akkor Hummels még Liebling volt, Boateng bőségesen ott volt, ki volt még ott így? Hát jó, de akkor Hummels Boateng nem volt azon a konfederációs kupán. De, tehát, a teljes válogatottat nézzük, igen, tehát nem Gintert nézzük, meg ilyeneket nézzük, nézzük az alapnémet válogatottat, abban nem fért volna be, csak negyedik, ötödik helyen. Nem tudom, nem ismerem, nem beszéltem vele sohasem, hogy ő mit gondolt erről, de lehet, hogy az azért erősebb volt, hogy figyelj, itt folyamatosan tudsz játszani, most ott vagyunk a 16-os EB-n, benne van az, hogy
kijutunk még egy tornára, mit szólnál hozzá, ha? Illetve az is lehet, amit nem tudunk szintén, hogy ő mennyire látta a német utánpótlást. Tehát azért német utánpótlás válogatott szintű játékosokban azért nem áll annyira rosszul. Hát, sőt. Olyan, persze, tehát mert még a korosztályos eredményeket nézve sem. Igen. Tehát, hogy... tehát ugye lassan majd az lesz a kulcs, az lesz a kérdés, ami egy sokkal aktuálisabb kérdés nekünk is, mi lesz Dárdai Marcival, aki a német U18 első számú középhátvédje pillanatnyilag. Nem a Hertályi, a német U18-é. Ugye erre mondta azt idősebb Dárdai Pál. Mert nem is tudom, hogy kell most Jézusom, ez nagyon... Hát, ő Dárdai most Pál, és most, most már idősebb, most már idősebb. Dárdai Balko a fia, úgyhogy. Így van, hivatalosan, vagy legtöbb helyre így szokott ugye megjelenni. Szóval ugye azt mondta a fiaival kapcsolatban, hogy abszolút rájuk bízza ezt a döntést, és rajtuk múlik az, hogy ők mit gondolnak majd erről az egészről. Igen, a nagyobbiknál nincs, tehát a Balkonál nincs ilyen kérdés, mert ő megrekedt a fejlődésben, meg nem is őt tekintették a legnagyobb tehetségnek, hanem a középsőt. Szóval ez majd még egy nagyon érdekes kérdés lesz velük kapcsolatban, de akkor nézzük tovább tényleg a további légiósainkat, és akkor maradjunk Lipcsőben nyilván Gulácsinál, aki meg, hát akárhogy is nézzük, abszolút az elitbe verekedte magát a saját pozícióján, szépen lassan azt mondhatjuk, hogy világszinten. Ugye nem olyan régen volt alkalmam találkozni vele, és hosszabban beszélgettünk, és azért nagyon ritka szerintem az újságíróként az az élmény, amikor egy olyan emberrel beszélsz, akiről lejön 5 percnyi kis diskurzus után, hogy mennyi minden érdekli, mennyire jól gondolkodik a világról, mennyire értelmes rád, hát Gula abszolút ilyen. Tehát, hogy ő egy eleve, biztos hallottátok, olvastátok, tudjátok róla, hogy mennyire kiemelkedő tanuló volt annak idején az iskolában, matematikából mindenféle versenyeket nyert, most is ilyen nagy statisztikai imádó, tehát most is ugye nézegeti, meg beszéltünk erről is, hogy mennyire gondolkodik ilyen alapon akkor, amikor mondjuk zicserekre jön ki, és hogy akkor ezeket hogyan térképezi föl, de tök jó azt hallani, meg azt arról beszélni egy magyar játékossal, hogy gondolkodik ebbe az irányba is. Nem feltétlenül jellemző ez a közegre, és szerintem abszolút ki világosodik ebből a masszából. Úgyhogy én nekem ő az egyik személyes kedvencem. Nézd, ugye a szakmai döntése is ezt támasztják alá, hiszen elkalódhatott volna először is, amikor eljött Liverpoolból. Nem, ő végigment egy úton. Most, amikor ugye előző idényben a Bundesliga legjobb játékosa lett, akkor azért a Sevilla istenpénzét adta volna érte, meg a Benfica is. Ő azt mondta, hogy langsam bitte. Langsam spazieren. Igen, és kiszámolt azt, hogy neki van családja, most született meg a kisgyerek, itt vagyok Lipcsébe, tudom, hogy első számú kapus vagyok, most küldik el mögülem talán a harmadik kapust, akinek elege van abban, hogy nem véd mögöttem. Elmennék ismeretlen közegbe, elmennék a Benficába, ahol azért égtek már meg kapusok. Elmennék Sevillába, ahol még vezetőedzőt is meg lehet buktatni. Hát nekem jobb a biztonság. És ez egy tök normális hozzáállás, és ugye tudunk erre számtalan ellenpéldát mondani, nem mondjuk, nem menjünk messzebb tényleg a mahacskalai hősnél, hogy ő azt mondja, hogy ide nekem a lóvét. Persze ezért sem kell őt megbélyegezni. Hát meg ott nem tudjuk azt, hogy igaz, mik voltak a konkrét ajánlatok. Igen, a kapusposzt is speciálisabb. És nem flúgos kapusként, bocs, ez nagyon fontos. Igen. Nem annyira. Hát kapusként nem flúgos. Ezt szerintem nyugodtan kijelenthetjük vele kapcsolatban. Csak egy nagyon rövid sztori. Egyszer voltunk még kint Svájcban a 2009-es hoki VB-n, amikor feljutottunk az A-csoportba, és voltunk egy családnál, akinél megszálltunk, és ott volt az, hogy beszélgettünk már viszonylag régóta, hát főleg a hokikapusok, azok tiszta idióták, meg idegbetegek, meg, és kiderült, hogy a kisrác hokikapus, aki kiott ült mellettem az asztalon, és addigra már 10 perc ez volt a téma, hogy ők mennyire nem normálisak. Úgyhogy csak óvatosan van kezdett a kapus. Eddig jó. Bocs, és még egy kérdés, ti el tudjátok képzelni azt, hogy Gulácsi egyszer elmegy egy Lipcsénél, mondjuk egy nagyobb tradíciójú csapatba? Elképzelni el tudom. Mondjuk ennek nyilvánvalóan záros határidőn belül kell bekövetkezni, tehát a következő néhány évben, hogyha reálisan gondolkodunk. Ugye azt hiszem, hogy 22-ig hosszabbított, ha minden igaz. Vagy 23-ig valahogy úgy. Meg valami rövidebb derenged, de ez nem jelent semmit. Hát ez nyilván nem most fogja zavarni a nagyobb tradíciójú csapatot, hogyha mindenképpen kapusra van szükség, és ilyen karakterűt keres. Gula ebből a szempontból szerintem egy elég speciális alkat, mert vannak nagyon komoly erősségei, itt ugye a már emlegetett zicservédés, az abban szerintem abszolút a világ egészen szűk elitjébe tartozik.
a lábbal való játékban is szerintem egészen ügyes. És jó, de ahhoz kellett ahhoz Nagelsmann. Meg persze, meg az, hogy milyen csapatokban játszott, tehát ugye Salzburgtól elkezdve. Vannak viszont olyan paraméterek, amikben nem biztos, hogy ő a legjobb. Úgyhogy ezért mondom, hogy ha valaki, tehát Zitzert jól védő kapus egy olyan csapatba kell, mint amilyen mondjuk a Manchester City vagy a Barcelona, most direkt mondtam kettő nagyon ismert példát, ahol azért nagyon ritkán kerül helyzetbe az ellenfél, akkor viszont Zitzerbe kerül, mert nagyon magasan védekeznek általában, amikor lehetőséghez jut az ellenfél, akkor nagyon nagy lehetőséghez jut, és oda egy olyan típusú, meg egy olyan karakterű kapus kell. Azt nem tudom, hogy egy ilyen típusú csapat, amelyik ilyen magasan védekezik, ennyire dominál, mert ugye ez fontos, hogy domináns csapathoz kell kerülnie, egy ilyennek a szűrőjén fennakad-e Gulácsi? Ha igen, mondjuk ezt én is azt gondolom, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben megkapjuk erre a választ, akkor én nem zárom ki azt sem, hogy őt a legmagasabb szinten látjuk. Abszolút van benne ráció. Na, de akkor menjünk viszont tovább, maradjunk Németországban, van még ott játszó légiósunk. Hát Szalai Ádámmal kapcsolatban az a kérdés is felmerül, hogy mondjuk meddig számíthat rá a válogatott, nem tudom, hogy ő hogy gondolkodik ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy azért van még benne. Más kérdés, hogy például most, ha megnézzük a Mainzi helyzetét, nyilván egy meccset láttunk, hogy a Bayer Lorzer irányításával ott nem volt benne a kezdőcsapatban. Egyébként is azért, mert ugye a Schwarznál is volt, hogy nem volt ott a kezdőben, de mondjuk úgy is hozták oda, hogy a csatársérülések voltak, tehát azért volt is létszámban is probléma. Szóval neki eleve nem tudom, hogy a Bundesligás helyzete milyen lehet hosszú távon. Most ő ilyen szempontból biztos, hogy kérdőjeles. Hát nagyon nehéz. Ugye ő egy helyről már, tehát a Hoffenheimből hasonló körülmények után eljött. Itt is azért, ha most megnéztük ezt a fajta összeállítást, amit Bayer Lorzer lerakott, azért ez alapján, hát nem is annyira harmadik, de negyedik csatár lesz majd. Hát sőt, hogyha azt nézzük, hogy abszolút kontrákból volt nagyon működőképes. És a bemaradás érdekében nem tudsz játszani egyet, hogy odaíveged a centernek, aki majd leteszegeti úgy a labdákat, hanem itt futni fog kelleni, azt meg nem lehet elvárni tőle. Így lehet, hogy egy olyan benne van, mint amit mondjuk a Kruse csinált meg, hogy Werder Bremen volt egy tök jó szezonja, és utána irány Törökország. Én egy ilyet simán elképzelhetőnek tartok, hogy ő inkább azt mondja, hogy én futballozni szeretnék, és elmegyek mondjuk egy török bajnokságba például. És nem is feltétlenül ezzel járnánk rosszul itt a magyar válogatott szempontjából, hogyha a magyar válogatott... Tudod, mivel járnánk legrosszabbul? Hogyha belegondolnánk abba, hogy ki van Szalai után, aki játszhat elsősorban. Hát, szerintem ezzel... Nikó. Tehát pillanatnyilag a szélső átvédeken túl ez a legszörnyűbb helyzet, hogy ha te akarsz játszani, már pedig ez a keret sok minden másra nem alkalmas, mint ilyen jellegű futballra, ki a bánatot tesz oda a Szalai után majd előre? Tehát most azért tényleg nem megbántva senkit, de egy hollander, vagy nem is tudom, Fejtesi, vagy bárki ilyesmi, nem... Nincs a horizonton sem. Nincs. Tehát nincs. Az épp és ebből a szempontból ez a legnehezebb. Tehát, hogyha ez a Mainzi út lesz, amit most úgy néz ki, hogy ez az 5-1 legalább egy hónapra kijelöltek, akkor ebben nem látom azt a helyet, ahol Szalai Ádám mondjuk december 31-jel bezárólag 180 percnél többet játszik, pedig azt hiszem még 5 forduló van hátra. Igen. Ebből a szezonból. Plusz egy kupa meccs, bár szerintem onnan már kiestek réges-régen. Az, hogy nem közelítünk Mainz meccset, az biztos. És ugye azért hogyha így mész neki, hogy van egy centered, akire tudod csak építeni a játékodat, de ő meg nincs játékba, az egy újabb olyan nehézséget hoz elő, aminek a következőt nem látod be innen az asztal mellől. Se te se szerintem, de tovább még szerintem rossz is sem. Hát nyilván akkor változtatni kell ez egész taktikán, hogyha nincs egy ilyen típusú centerünk, tehát hogy ez nem is kérdés. Mert a futás merült ugye még fel sokszor sokakban itt az utóbbi hetekben, hónapokban. Hát tök jó lenne, hogyha egy szezont végig tudna játszani sérülés nélkül. Hát mert igen. Nyilván nála ez az akadály. Várj, ott a játszani szóval is van baj, nem csak a sérülésekkel van. Sallai Roli, azért amit most látunk Freiburgban, a csapat szempontjából az nagyon ígéretes. Roli szempontjából egy fokkal kevésbé, bár azért játszott mostanában. Tök jó kicselezte az oldalvonalat KD-ba. Tehát az... Ez tök jó volt. Nem tudom, mi bajod van vele. Hát keveset játszott idén. Sőt, nem, hogy idén, hát az elmúlt másfél évben egy alig. Kétszer volt kezdő ebben a szezonban, hogyha jól emlékszem. Én nem tudom, tehát keveset látom a Freiburgot, őszintén szóval, úgyhogy... Sajnos hivatalból. Nem látom azt, hogy ő neki mennyire lenne helye. Én bevallom,
olvasva, meg megnézve a híreket, csalódott vagyok emiatt, mert... Ez, ugye az a válogatott meccseken tök jól lejött, a szlovák, hazai szlovák meccs egyik legnagyobb pozitívuma, az a Szoboszlai-Sallai kettős összjátéka volt. Ezt kéne, vagy lehetne tovább vinni. De addig, amíg adott esetben az ő kettőjük összjátéka részben azért nem működik, mert azt nézik, hogy jaj, mi lesz, ha nem másnak passzolunk, hanem egymásnak, addig ez sokkal nehezebb. Ez így van. De akkor szerintem térjünk is át Dominikra, nem? Így van. Hű, ez meleg lesz. Na. Szerintem egyébként, hogy amit itt elmondtam a legelején azzal kapcsolatban, hogy nekem mi a vágyam a magyar válogatottal kapcsolatban, az Dominiknál tökéletesen megvan az a lépcsőzetesség. Nyilván itt ez is egy olyan problémát vet föl, hogy Dominiknak alapesetben, hogyha annyira nagyon jó lenne ez a magyar válogatott, akkor még az U21-es csapatot kellene erősíteni, és akkor tök jó U21-es válogatottunk lehetne a közös rendezésű, szlovénokkal közös rendezésű hazai Európa-bajnokságra. Nyilván fel sem merül, hogy Dominiknak nem a felnőtt válogatottban kellene játszania. Itt azért szerintem abban kell nagyon komoly óvatosságra inteni, hogy amit meg elmondtunk Sallaival kapcsolatban, hogy kétszer volt kezdő, azért mondjuk el Szoboszlaival kapcsolatban is, hogy 15 forduló alatt 6-szor volt kezdő ebben a Salzburgban. Ami nem azt jelenti, hogy ő nem alapember, mert sokat volt sérült is. Jó, azért azt tett hozzá, hogy a BL-be közben ott többször volt kezdő. Így van, kezdő. Tehát ott 3-szor kezdett, egyszer volt csere, így van, de akkor be se szállt a Napoli ellen volt. A Napoli ellen első meccsen, így van. Vannak, és ez szerintem szerencsés helyzet, vannak ebben a Salzburgban olyan játékosok, akikre sokkal több fény vetül jelen pillanatban. Itt ugye Haaland az, aki most ebben a Bajnokok Ligája szezonban berobbant a köztudatba, és elviszi szépen a Rivalda fényt mások elől, akik egyébként ebben fejlődhetnek. Nagyon jó ez a projekt. Tehát, hogy hihetett, az is szerintem jó, kimondottan, hogy ilyen csoportba kerültek, Liverpool-lal, Napolival mérheti össze a tudását. A Genket meg megverik. Igen, tehát ugye itt most a legrosszabb esetben is arról beszélünk, hogy Európa Liga továbbjutás, de még az egyetlen nem biztos, hogy nem lesz abból első kettő. Azért az már nehéz itt. Napoli bármit képes elrontani, tehát ahogyan most állnak a dolgok. De jó, de ahhoz a Liverpoolt nekik azt hiszem az az utolsó, nem? Hát, hogyha most a Liverpool megveri a Napolit, és megveri a Henk is a Napolit az utolsó körben, aha, akkor... Attila, láttad ezt a Napolit az elmúlt hetekben? Szerintem simán benne van. Na mindegy, ez végül is csak találgatás, tehát hogy ennek nincs nagyon értelme. Meg nem is most, ugye, hogyha Dominiknak a hosszabb távú jövőjéről beszél, már pedig arról a játékosról beszélünk most, akinek egy évtizedre kéne meghatározni a jelenállás szerint a magyar válogatott. Minden szempontból ez a lehető legjobb hely, meg a lehető legjobb kiindulási pont számára, és szerintem el kell, hogy jusson. Hogyha Dominikról úgy beszélünk, mert pedig beszéljünk úgy, mint a legnagyobb, vagy a legfényesebb magyar csillagról, el kell jutni arra a szintre, vagy megközelítőleg arra a szintre, ahol most a Salzburgban Haaland van. Tehát nem azt mondom, hogy annyi gólt kell rúgnia, csak az, hogy körülbelül úgy beszéljenek róla, igen, hogy ő a posztján a legjobb, kihagyhatatlan, minden meccsen játszik, a Bajnokok Ligájában egy Napoli elleni meccsen nem hagyjuk ki taktikai okok miatt, és akkor lehetne sorolni itt az egyéb érveket. Benne van ez. Te vagy a menedzsere Szoboszlai Dominiknak. Mikor érzed azt, hogy neki lépnie kell tovább? Hát semmiképpen nem a következő szezonban még. A következő szezonat mit értesz? Tavaszt, vagy 2020-21-et? A 2021-et. Szerintem neki még, hogyha tovább lépésről is beszélünk, akkor sem szabad ebből a Red Bull projektből kikerülnie. Ádi? Nyilván akkor az Lipcse. Hát, érdekes kérdés, de Tibi mellett vagyok valami, és azt gondolom még mindig, hogy ha csak nem olyan csap, hát még ez is... Lehet, mi az a szint, ami olyan csapat, hogy? Az biztos, hogy tehát azért, hogyha most hasamra ütök, és tényleg azt mondják, hogy tényleg a topból, mit tudom én, nem merül fel szerintem az, hogy most tényleg nyilván Barcelona, Real Madrid és ilyen jellegű csapatok keresi, meg oda sem lenne szabad elmenni nyilvánvalóan per pillanat. De még akkor is, hogyha mondjuk a közvetlen utána következő szintet, mondjuk mit tudom én, egy Valencia, egy tudom, Everton... Olaszországban például hol húznád meg a határt, vagy Angliában? Angliában meghúztad az Everton, azt értem, bocs. És Németországban. Olaszország ebből a szempontból most érdekes, hogyha mondjuk az Atalanta hívná. Az, igen, az egy izgi. Jó, de... Németország, Salzburg, a Németországban Lipcse. Csak Lipcse, csak ott meg, de egyébként az engem másik. De ott hogy... túl sokan vannak már azon a poszton. Hát hogyha nem tudom, hogyha... Nem biztos, hogy sokáig. Az Forsberget kéne valakinek nagyon megkínálnia szerintem valami komoly dologgal. És egyelőre szó sincs, hogy őt megkínálnak. Tehát Upamecano megy most, tehát ő meg nem az ő posztjára.
Szóval korai, tehát akkor lenne érdemes neki szintet lépni. Hát, hogyha... Ilyen szempontból egyébként egy jó példa, aki végigérte ezt a rangrendre. Szóval akkor érdemes nyilvánvalóan tovább lépnie, hogyha stabil helyet kap. Tehát most még neki a legfontosabb az, hogy játszon. Nyilván az, hogy minél komolyabb szinten, de folyamatosan játszon. És ilyen szempontból meg, tehát az, hogy Salzburgban Bajnokok Ligája meccseket játszhat, nem kizárt, hogy Európa Liga. Na, ez mondjuk nem rossz, ha ott el tudnám. Akkor maradjon Ten Hag az edző. Igen. Tehát ő az, aki az előző szezonban megnézitek, ugye Tadicsból ember csinált, miután visszajött a Premier League-ből megbukva. Blindből ember csinált. Blindből ember csinált, pedig ott a Manchester amortizálta. És akkor ott van az, hogy jöttek az olyan fiatalok, akikről, atya úristen, ezek ki. Jó, nem Donny van de Beekre gondolom. De mondjuk ott egyébként nem a projekt csinált embert ezekből a játékosokból? Szerintem nem. Blindből egyszer megcsinálta, aztán amortizálták ugye a Unitednél, teljesen szépen, és ugye Tadic meg nem Ajax játékosként ment Angliába, hanem talán a... Nem azt mondom, nem... Roningenből ment oda? Biztosan nem Ajax játékos volt. Szerintem ment. De nem ezt akartam mondani, bocsánat, tehát, hogy ott vagy. Szerintem, ahogyan működnek a dolgok jelen pillanatban az Ajaxnál, azzal a klubvezetéssel... Igen, mert tehát ugye ez a csapat, ez Péter Bosszal azért játszott egy Európa Liga döntőt, tehát hogy... És abból is azért most... Jó, Davinson Sanchez nem olyan játékos lett, mint amire akkor gondoltunk, de voltak ott is olyan játékosok, akik abban a rendszerben, meg ebben a gépezetben nagyon jól működtek, és ott az mégis akkor edző független volt ilyen. Igen, csak ugye a többségük aztán máshol meg nem működött. Tehát mondhatjuk azt Kisnára, aki azóta megjárt a Tolnát Baranyát, és talán most éppen a Lációba bohóckodik. Ki? Ricardo Kisnára. Ja, Kisna. Már szerintem ott sem. Tehát ott sem, és aztán nyugodtan mondta Justin Klivert, a Róma, tehát a Szaniszlottáknak azt írta ki a Twitterre, hogy gyakorlatilag azt hiszem, az üres kaput nem bírja már eltalálni. Tehát hova jutottunk? Hát az ugye beszéltük, hogy állítólag volt ez a trollkodás a Ranierinek még, amikor az Ajax BL döntőre készült, hogy te ebből a csapatból jöttél tényleg ide, amikor átvette Ranieri a Rómát, akkor megkérdezte Klivertet, hogy ugye megkínálták őt akkor szerződéssel, hogy akkor maradjon ott, és mutatták, hogy ezt a projektet, ezt érdemes végigcsinálnia. Sokat beszéltünk erről, hogy mindenkinek mutattak egy példaképet, neki pont az apját, hogy ez lehet majd belőled is, meg BL győztes, meg nem tudom, és akkor úgy döntött, hogy inkább a Rómához szerződik. Nem hagytunk ki nagyon senkit, akire azt mondanánk, hogy közvetlen élvonalban futballozik jelenleg Európában és nem, a magyar válogatott. Én azt javaslom, hogy miután tényleg nagyon a végéhez közelítünk, olyan 20 perc, szerintem beszéltünk a Bajnokok Ligájáról, mert ugye... Ja, így van, az mindenképpen. De addig gondolkozzatok már a kérdésen, abszolút, hogyha van. Még egy 5 percet kérünk, és utána ti jöttök. Szóval jön az utolsó két mérkőzés a Fradi számára az Európa Ligában. Ez nyilván önmagában már egy... Amikor megfogalmazták, hogy a Fradinál is hivatalosan is elmondták, ugye tolba mondták gyakorlatilag az újságíróknak is a célokat, hogy és már aztán az... nekünk külön utána egy teljesen mást vázoltak még a háttérből. Szóval, hogy már az óriási dolog a Fradi számára, hogy ott van az Európa Liga csoportkörében, már az a magyar focinak nyilván egy nagyon nagy dolog, hogy egymás után két szezonban magyar csapat nemzetközi kupa főtábláját. Én ezzel abszolút egyet is értek. A realitások talaján maradva azt hiszem, hogy eddig, amit a Fradihoz az Európa Ligában, az szintén nem egy vállalhatatlan dolog, sőt, a moszkvai győzelem az szerintem bárhogy is történt. Jó volt a kommentátor, igen, ezt akartam mondani. Pont ezt akartam mondani. Szóval, hogy az már önmagában egy nagyon komoly fegyvertény szerintem. Érdemes bármit számolgatni itt most itt az utolsó két mérkőzéssel kapcsolatban? Most hogy kérdezed ezt, mint sportévés, meg médiában dolgozó embereket, vagy mint egyszerű szurkolókat kívülről? Egyszerű szurkolókat kívülről. Akkor nem. Nem. Na, de válaszolja a médiás. Akkor igen. Én eddel is. Akkor abszolút, hiszen a józanész a következőket diktálja. Az Espanyol idejön egy tartaléknál tartalékabb csapattal, amit 2-9-es otcér meg lehet játszani a tipmixre, hogy megveri a Fradi, és akkor a végén Rázgrádban van egy kiki meccs a bolgárokkal. Nekem ez a teóriám, valahogy ez az optimista forgatókönyv. Valahogy 1-0-át beszenved majd a Fradi, azt az Espanyol mindjárt kiesik a spanyol bajnokságban, nem fogják ezt komolyan venni szerintem. És beszenved egy gólt a Fradi, nem tudom, hogy ki és hogyan, mert ezt nem látom, a hazai meccseken főleg nem látom. És aztán utána el lehet menni Rázgrádba egy 3-0-ás pofonért adott esetben, de ott van az, hogy akkor, amit józanésszel, és tök független, hogy ki gondolkodik, hogy melyik éremmel gondolkodom, nem tudtad volna felmérni, hogy ez a Ferencváros abból a csoportból, ahol a CSKA-t húzzák az első kalapból, és per pillanat egy pontja van, amit itt szerzett Budapesten, úristen,
meg az a Ludogorets, amelyik azért tudtuk jó, hogy nem a selejtezős arca az igazi, ahol ugye edzőt akartak buktatni mindenáron. És itt van az Espanyol, amelyiknek ajándék a kupa szereplés, és azért mégiscsak egy spanyol csapat. Ezekkel állják úgy a versenyt, hogy 4 kör után van reális és nem csak matematikai esély a továbbjutásra. Ezt szerintem ember nem gondolhatta komolyan. És most ezt tényleg őszintén mondom. Tehát mi sem. Fadinál azt mondták egyébként háttérbeszélgetésen, ha 2 meccsen pontot szereznek, akkor ők már borzasztóan elégedettek. Tehát ezt akár a Nyíri mondta, meg ki volt még ott? Nem is tudom. Hajnaltom, igen. Tehát hogy egész egyszerűen ez a realitás. Abszolút. És ahhoz képest 3 meccsen már pontot szereztek. Meg most tényleg mosolyogva mondtuk, hogy ezt az egész hivatalos elvárás meghatározás, stb. De szerintem ez egy abszolút reális dolog volt. És ezt meg így kell szerintem kezelni. Pontosan azért, amit beszéltünk a válogatott kapcsán, hogy milyen hajlamosak vagyunk. Tehát itt, ami a Wales meccs előtt is ment, ez a igen, és neki megyünk, és Cardiff, és behódol mindenkit arra. Szóval, hogy okosabban kell ezt kezelni nyilvánvalóan, és ezt jól csinálták a Fradinál. Meg a másik az, hogy oké, innen azt látjuk, hogy iszonyatos pénz megy a Fradiba. Uh-huh. De hogyha azt hozzáteszed, hogy ez az európai középmezőnyhöz, alsó középmezőnyhöz képest mennyi pénz, akkor röhögsz egy jót. Ez így van. Ja, abszolút. Hát a Ludogoretshez képest is. És őket meg hová tegyük? De hogyha meg azt nézzük, hogy ez egyébként a klub számára mennyi plusz tapasztalatot, meg olyan később értékesen felhasználható know-how-t jelent, akkor meg megint szerintem egy nagyon pozitív történetről beszélhetünk. Azért azt se felejtsük, hogy a 2000-es években szerintem nem volt olyan magyar csapat, amelyik csoportkörbe jutott volna, és a következő idényben bajnok tudott volna lenni odahaza. Tehát szerintem talán senki nem bírt utána bajnokságot nyerni. És ez a Fradi pillanatnyilag most azonos pontszámmal vezeti a bajnokságot, a vesztett pontok tekintetében meg pont előnyel. Igen, mert meglátjuk Zsoán Kádiót. A Vidivel szemben most talán már 6 pont az előnyük, uh-huh. a vesztett pontokat. Így van. Tehát azért ez egy óriási differencia. Tehát az, hogy meg tudják csinálni azt, hogy kettős terhelés alatt így játszanak. Hát ehhez mondjuk azért kell Rebrov, meg kell ez a keret nyilván. Alapvetően szerintem Rebrov kell. Rebrov és a keret, amiben elég komoly beleszólása volt. Igen. Jó, de tehát Dolnak is megvolt ugyanez a szabad keze, csak ő mást is nézett. Szóval Rebrov kell. Az biztos egyébként, és ebből a szempontból meg a legnagyobb húzás ezzel kapcsolatban biztos, hogy az ő szerződtetése volt. Ez így van. És az meg a másik, hogy ő nem ilyen lézengő Ritterként van itt, hanem egyértelműen látszik rajta nekem minden megmozdulásában, és most akkor lehet itt szabad, hogy nem mosolyog meg, nem azért, mit tudom én. Egyrészt ez egy totálisan őszinte dolog nála, és 2 pontosan azért van, szerintem, mert hogy ő igenis ennyire komolyan veszi ezt az egész történetet, és ő nem azért van itt, hogy tényleg élvezze, nem tudom, a budai kilátást, vagy mit tudom én, hanem azért, mert ezt a projektet ő, amilyen messzire lehet végig akarja vinni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz akkor, hogyha tényleg jön egy komoly érdeklődő vele kapcsolatban. Nem nincs vele kapcsolatban, hogy nem tekinti ezt ugródeszkának is? Nem érzem. Aztán egyébként meg simán lehet az alapján, ahogyan megy a Fradi, és pláne, ha mondjuk valamilyen csoda folytán tényleg tovább jutnának a csoportkörből, abszolút lehetne az. És nem az Omonia Nikózia felé. Így még van, mielőtt félre így van, így van, így van. De tehát rajta nem ezt látom, vagy lehet, hogy túl jól kezeli a médiát ehhez, bármennyire nem szeret kommunikálni. Szóval nem azt látom rajta, hogy ez lenne neki ebben az egészben a potenciál. Jó, tegyük hozzá, hogy nemzetközi szinten is azért őt megfizetik, amennyire ugye lehet hallani ezeket az információkat. De szerintem, pláne az eredményeket látva, ezzel abszolút semmi gond nincsen. Hát meg van egy olyan pedigréje azért szerintem Rebrovnak még játékos persze, korából is, persze. Itt a Dinamo Kijevvel, a Spurs-el. De ez a pedigréje azért meg volt a Dolnak is, ne felejtsd el. Így van, de mondjuk... Na. Valami jó, de csak nem tett hozzá, bocsánat. Több nem volt, az egyiknek volt világversenyes szereplő, és a másiknak nem sok. Oké, de egy NDK válogatottról beszélünk, tehát akkor azt is tegyük hozzá. Dol volt, NSK is NSK már. Is volt. Ez. Persze. Én kérek elnézést. Nincs. No. Azt hiszem, akkor itt a legszámunkra érdekesebb kérdéseket, vagy amiket szántunk itt első körben, azt kiveséztük. Nektek van-e bármi hirtelen? Nem tudom, hogyha használjátok azt a mikrofont, és akkor adásba is kerültek. Így van. Körbe meritek adni? Na bárkinek bármi hirtelennyében? Na, tessék. Csak arra vigyázz, hogy ne forduljon a hangszóró felé, és akkor nem fog. Nem gerjed. Így van. Gyere egy kicsit közelebb, és akkor nem fog biztosan, bocsánat csak. A légiósok közül Nagy Ádámról nem esett szó. Szerintem Bolognában tök jó volt az első éve. De azóta alig játszott pár meccset. Ugye most angol másodosztályban szintetek lesz még, hogy elkapja a fonalat, és
meghatározó lehet egy komoly csapatban? Nekem eszembe jutott Ádám egyébként akkor, amikor itt a légiósainkról beszéltünk, főleg, hogy aztán ugye pont a Ferencváros került szóba. Nagyon csalóka, és nem tudom, mennyire figyelitek az ő idei teljesítményét, meg egyáltalán, hogy mennyit játszik, mert ugye ott volt ez a sztori, amikor ugye sérültem ment vissza a válogatottból, aztán ugye nagyon sokáig nem játszott, keretben sem volt, közben ugye ott van azt hiszem egy francia srác, aki elkezdett egészen jól játszani a helyén Bristolban, akkor ő kapott ott lehetőséget, de most az utóbbi hetekben pont az előző, tehát a válogatott összetartás előtt már játszott egy bajnoki, most a következő megint nem, de ebben nyilván benne van ugye az is, hogy ő a válogatottból jött vissza, nyilván nincsen még 100%-os állapotban, effektív meccsen játszani nem láttam a Bristolban, meg nyilván nem követem ilyen mélységben az ő mérkőzéseiket, de pusztán ennyi alapján, amit így látok most tényleg, hogy mennyit játszott, meg milyen körülmények között, az alapján én optimista vagyok ezzel a sztorival kapcsolatban. Hát ha Szalai Ádám kapcsán azt mondtuk, hogy egy bizonyos karaktert nagyon jól hoz, és egy bizonyos rendszerben nagyon jól képes játszani, akkor szerintem még inkább igaz Nagy Ádámra. Egy olyan csapatban, amelyik labdát tart, vagy amelyik dominálni szeretne, vagy dominálni tud, olyanban nagyon-nagyon jól tudhat működni. Persze itt is az a kérdés, hogy milyen feladatokkal bízza meg őt az edzője. Ez a bolonyai időszak is, meg szerintem itt azóta is ez erősödik, azt támasztja alá az én szememben, hogy nagyon nem mindegy, hogy ki az az edző, és milyen elképzelésekkel tevékenykedik. Egy olyan edzőnél, akinél fontos az, hogy sok ütközés legyen a középpályán, sokat szereljen, és mondjuk ne úgy, hogy leolvas egy paszt, hanem akár oda megy, és viszonylag testközelből próbálja meg megnyerni ezeket a párharcokat. Tehát nem arról, hogy Kim Vinnie Jones vonal. Nem, meg nem a Vieira. Szóval azoknál... Pogbánál ne lyukodjunk ki létre. Azoknál számításba sem jön szerintem, Ádám. De figyelj, ugyanakkor akkor ott kérdezek valamit, az ő játék stílusa. Az szerinted, vagy szerintetek mennyire passzol a championship játékstílusához, ami azért... Én meglepültem egyébként ezen. Már nincs szerintem ilyen, hogy championship játékstílus. Tehát ugye az a... Biztos, hogy mondjuk a csapatoknak körülbelül a fele az még, vagy még lehet, hogy már fele sem. És ugye a Bristol az pont szerintem pont abban felébe sem tartozik. Igen, elképzelhető, de azért, hogyha megnézzük azt, hogy milyen csapatok jutnak fel a championshipből. Hát csak azt megnézed, hogy Marcelo Bielsa a championshipben dolgozhat. Igen, hogy Leedsnél ugye a Fulham abszolút nem championship focit játszott az elmúlt évben. Norwich ugye egy német projekt de gyakorlatilag. De nem ezekben játszik. ez világos, csak azt mondom, hogy, az szerintem egy tévhit, hogy a championship az olyan, hogy fognak és akkor ledarálnak. Most rosszul fogalmaztam a kérdést. Az a stílusú foci, amit a Bristol játszik, az fekszik neki? Én így már viszont pontos a kérdés. Melyikünk látta a Bristolt mostanában játszani? Na, akkor válaszolj a kérdésre. De én tettem fel a kérdést, tehát nem én válaszolj. Na jó, de csak te tudsz válaszolni erre a kérdésre közülünk. Én azt gondolom, hogy nekem egyrészt az ő játék a kicsit hiperaktív a középpályán, tehát túl, nem tudom jobban megfogalmazni. Szerintem ez egy nagyon, szólt, nagyon találó, igen. Az nyugodtan mondja bátran. És én azt gondolom, hogy annyi a felesleges mozgás a játékában, ami Angliában nem fér bele abba a tempóba, amit akár a Bristol, akár Nol is tök mindegy kijátszik. És szerintem ő ebből a szempontból rosszul választott csapatot, lehet, hogy a csapat választott őt, ezt nem tudom. Tehát, hogyha már ilyen stílusú focit játszol, akkor előbb mész el egy holland felső középosztályből csapathoz, mondjuk egy Alkmaarba teszem azt. Ott lehet, hogy hamarabb tudsz érvényesülni ezzel a focival, mint Angliába, ahol előbb-utóbb majd páros nyújtott lába a derékon rúgják. És akkor vége van. Viszont amennyire hallottam, tehát a Bristol kifejezetten akarta őt, tehát nem arról volt szó, hogy most akkor beajánlotta őt ez vagy az ügynök, hanem őt castingolták erre. Ezen a szinten már szerintem nincs olyan, mint ami régen Magyarországon, hogy itt van három légiós, és akkor... Elhozzák próbajátékra, vagy esetleg mit ide jár egyetemre valaki, és akkor bejelentkezik az Újpestnél, hogy akkor én szeretnék focista lenni. Tudunk ki erről, de mindegy, tehát hogy ez itt már nem így működik. Szerintem a championship az már az a szint, ahol hosszú scout riportok alapján. Hát muszáj is, hogyha a világ legdrágább meccsét ott játsszák, akkor muszáj is ennek meg lehet. Hát, a playoff meccs az mindent visz. Az, hogy 100 millió tétér játszó fontban, igen, egyszer élném meg azt, hogy tipmixem, hogy esmény ennyi pénzt fogad, és a szabadon és nyugodtan. Figyelj, van az a 1 forintra is az a tét mennyiség, amire... Van.
Igen, meg kell tenni, hogy bajnok lesz a Leszter. De Ádámnak lehet feljebb még, nem? Vagy én abszolút azt gondolom, tehát főleg, és hogyha megint arról beszéltünk Gulá esetében, hogy tényleg mennyire okosan kezeli a saját pályafutását, mennyire értelmes, szerintem Ádi is sorolható ebbe a kategóriába. Nem mondom, hogy nem volt olyan szempont, hogy is fogalmazzak. Nem volt mindig a legegyszerűbb elérni, hogyha szerettük volna rábírni arra, hogy nyilatkozzon ilyen vagy olyan okokból. Lehet, hogy ilyen szempontból az inkább a menedzsmentnek a... Tök vicces ez a kérdés egyébként, hogy nekünk szokatlan, mert korábban azt szoktuk meg, hogy felhívsz bárkit, és felveszi a telefont, akár nemzeti sportként, akár bárkit. Az nem, egyébként azt szerintem ez nem jó dolog. Ez így van. És ez az időszak elmúlt. Tehát addig, amikor én a Babos 10 perc alatt, hogy a Bredában negyedikek lettek, és ugye a Best of the Rest címet elnyerték Hollandiában, amikor 2000 vagy 2001-ben, 10 perc után felhívott a telefon, hogy na figyelj, akkor beszéljünk. Most már bárkit, akár hogyha a Szalait nézed, akár a Gulácsit, az a mondás, nagyon szívesen nyilatkozok, egyet kérek, szóljatok a klub sajtóságnak, hogy nyilatkozom nektek. Ez itt tök jó. Csak ugye ezt Bolognában azért egy párszor sikerült megugrani, aztán a következő lépés nem mindig jött össze. Ádám, mondjuk nem volt nehéz beszélni, csak nagyon nehéz volt adásban szóra bírni. Tehát abban az időszakban, amikor kikerült a csapatból, ugye volt egy viszonylag folyamatos kapcsolattartás akkor közöttünk, az összefoglalónak, meg a magazinnak a műsorvezetőjeként, akkor mindig kerestük őt, és akkor abban maradtunk, hogy akkor mi tartjuk a kapcsolatot. Aztán utána jött mindig ez, hogy akkor, ha nem akart nyilatkozni, akkor hívjam fel Federikót, aki tudta, hogy most nem szabad engedni, hogy ő akkor nyilatkozzon. Na, az borzalmasan nehéz volt akkor hivatalosan szóra bírni. De egyébként szerintem ez megvan még, tehát hogyha van valami fajta személyes nexusod a játékossal, akkor azért el lehet őt érni, meg akkor persze, ő is hív téged. Persze, csak most már engedélyköteles a történet. Persze, ami jó, és emlőként olyan szépen el lehet bújni, hogy azt el nem tudom mondani. Ugyanakkor ez jobb azért, hogyha így van, mint az, hogy a boldogodatlan bármikor persze. Hívhatja. Persze. Tehát az a Bliktől gondolom, hogy felhívnák, hát ő agyvérzést kapnának, nem megbánta senkit. Hát persze, meg erre nagyon kényesen is ügyelnek. Tehát, hogy Szalai Ádámnak a barátnői miatt hányszor telefonálhatna a Blikkel, vagy amik kijönnek az Instagramon, meg a Bilden keresztül. Mint Zani Jóla édesanyja miatt. Urak? Bárkinek? Bármilyen, akár bármilyen más jellegű kérdése is? Nekem az a kérdésem, hogy ma van a magyar labdarúgó, nektek mi a kedvenc válogatott meccseket mondja? Ez egyik órán így eszembe jutott. Kedvenc magyar válogatott meccsünk? Magyar. Én erre nagyon gyorsan tudok válaszolni. Elmondom, mert nem biztos, hogy hallatszott a mikrofonba a kérdés. Ugye azzal kapcsolatos, hogy most van a magyar labdarúgás napja, és hogy nekünk melyik a kedvenc magyar válogatott mérkőzésünk? Gondolom, amit láttunk. Igen. 6-3 London. Nekem az az osztrák meccs Bicskeinek a bemutatkozása. Az nekem nagyon-nagyon kedves élmény, főleg azért, mert én akkor már nagyon vártam, hogy Király Gabi például bemutatkozzon a válogatottban. Akkor megtette ezt úgy, hogy megfogta a Toni Polster, annak a Toni Polsternek a 11-esét, aki akkor azért elég komoly sztár volt Németországban. És fölemelte a labdát, és kimutatta a közönségnek. És... akkor az egy olyan, hát gyermekként ugye könnyedebben kezd el reménykedni az ember, de mégis ugye egy VB-re kvalifikáló válogatottról beszéltünk akkor az osztrákok szemében. Mi akkor túl voltunk a jugoszlávok elleni égésen, és akkor az úgy azt gondolta az ember, főleg, hogy akkor tényleg át sikerült emelni egy kisebb magot abból az olimpiai válogatottból, amelyik Atlantában ugye kint volt 96-ban, és akkor úgy bohó gyermekként azt hittem, hogy ebből majd lehet valami. Fú, én sokkal nehezebb helyzetben vagyok, de köszönjük szépen a kérdést. Nekem több is eszembe jutott. Azért él bennem a legerősebben a 2016-os Európa-bajnokság, mert az a legfrissebb emlék, és ott kint voltam a portugálok elleni mérkőzésen, és az egész utazás oda, Benito barátommal mentünk ki, az ott töltött idő, a meccs, a 3-3, amiatt mondanám ezt még, hogyha nyilván volt ennél fontosabb, amit láttam, meg volt ennél talán nagyobb siker, de az él bennem a legélénkebben. Én azt hittem, hogy valamelyik olasz meccset mondod, mert a 2-2-t, vagy a 3-1-et. Meg egyébként, ami még ilyen majdnem gyerekkori, tehát akkor azt hiszem 17 voltam, amikor a románok ellen játszottuk azt az 1-1-et, amikor Rudi becsavart a Steleának. Az is úgy maradt meg, hogy tényleg ott maga a gól. Nem tudom, ott voltatok, vagy emlékeztek rá? És fú, emlékszem, fölakadtam a korlát, ott voltam a szurkolótáborban. Nem az, hogy tényleg, hogy én mennyire utáltam Bogdán Stelát, az meg a másik fele, tehát hogy az valami elmondhatatlan. Tehát... És ott meg nem is azt mondom, hogy a meccs, hanem tényleg maga az a gól, meg az akkor érzett öröm, az nagyon-nagyon hangsúlyosan megmaradt bennem.
Hát nekem kettő van, amin ott voltam személyesen, az a magyar-norvég, ugye a pócselejtező. Uh-huh. Amit meg tévé előtt láttam, és utoljára meccsen sírtam, az a magyar oszták az EB-n. Azt uh-huh. nagyon sok német ember társaságában néztem meg. az úgy nagyon jó. Tehát, és nem hittem el, hogy mi zajlik itt. Tehát az, hogy buktam rajta pénzt, hát Istenem, ez számít. Tehát ez benne volt, de tényleg, tehát ez a kettő. Amit meg legjobban utáltam, az az Irapuato. Mm. Tehát azt én már 10 évesen láttam, anyuéktól kiharcoltam, hogy megnézhessem este, és nekem valahol ott ment gajra a magyar futballal való alapvető viszonyom, hogy ugye olvasod az újságot 10 évesen, elhiszed, hogy basszus, idejön a válogatott, hogy világranglista, harmadik helyzet, és az elődöntő a minimum, és akkor ott ülsz 10 évesen a képernyő előtt, és 6. perc 0-2 anyád. Pont a ruszkik ellen, akik nekem otthon bele vannak neve, vagy velük ne. Mm. Tehát ez így nagyon rossz volt. Hát úgyhogy... én annak idején ott voltam, nem tudom, azon a Jugó meccsen ott voltál. Ott. Kapu mögött álltunk. Én ott csak már oldalra kaptam jegyet, és nem ültem még le, amikor, mert ott már kiabáltak meg, hogy üljetek már le, mert nem tudom, hogy én hozzá voltam menni szokva, hogy a szurkolótáborban állok, és akkor ott álltunk hárman a cimboráimmal, és már szóltak föntről, hogy na, foglaljuk el a helyünket, nem egészen ebben a stílusban, és mire leültünk, addigra már ott is 2-0 volt, úgyhogy az is szörnyű volt. Én egyszer voltam egy litvánok elleni a legjobb emlékekből milyen jó beszélgetés. Az 1-1 volt, szakadt az eső, a T-szektorban ültünk ott a kapu mögött, és akkor valami a végén, igen, ott az eredményjelző, a régi eredményjelző alatt. És volt egy Sebőkvili 11-es, valami 75-80. Perc környékén, azzal vezetünk 1-0-ra egy borzalmasan pocsék meccsen, és akkor a végén sikerült egyenlítenünk a litvánoknak, úgyhogy pont a Vili ugrott fel, aztán a szabad rugás elől, és úgy ment el mellette alatt a labda egyenesen a kapuig. Úgyhogy a horror emlékekből lehet, hogy többet tudunk mesélni, sajnos. Esetleg? Igen, ezek... Megteszed, hogy felkapod a mikrofont, a szépen megkérjük, vagy oda, hogy már lehet, hogy Ati is elér odáig. Nekem azt lenne a kérdésem, hogy mint kommentálva nemzetközi porondon, melyik volt az a meccs, amit eldobtatok az agyatokat, ami tényleg ilyen bármilyen, karrier. Nem magyar. Hát fociról, tehát igazából foci, de azon belül, hogy nemzetközi porondról beszélek, tehát lehet bármi igazából, hát, ami nekem nagyon maradandó. Ezt megválaszolni ebből a szempontból, segítek vissza közben a mikrofont Atinak, mert hát nekem az bele égett a retinámba az Aguero gól a Manchester City ellen, és az olyan érdekes, hogy ott mindenkinek csak ez van meg egyébként, de ugye ott kellett még egy gól előtte. Manchester City, amikor a QPR-t megverték, és amivel bajnokok lettek azon a meccs, amikor ugye... Így van. Meg kellett fordítani. Hát és az volt a vicces, hogy gyakorlatilag a Balotelli gól passznál még nem volt nálam a szó, mert ugye körkapcsolás volt. És ugye a Sunderland-el játszott a United idegenben, és ők várták, ugye párhuzamosan közvetítették a két meccset. Ugye Lehel közvetítette a másik meccset, és akkor ahogyan ő befejezte, én gyakorlatilag már csak annyit tudtam mondani, hogy Aguero előtt a labda körülbelül, és abból lett a gól, de hát az egész meccs, ahogyan, és valahogy éreztem végig, már akkor, amikor ott volt a Joey Barton féle kiállítás is, amikor kezdődött a hosszabbítás, és amikor ugye Dzeko fejelte, ha jól emlékszem, az elsőt, akkor is azt mondtam, hogy egy megvan. Tehát valamiért annyira bennem volt az, hogy ez simán meg lehet, mert ez egy ilyen csapat volt akkor. És aztán ahogy annak az egésznek vége lett, az egészen felfoghatatlan. Hát nekem adja magát a 2014-es BL döntő, ami helyszínű volt, egyébként Ádi volt akkor az átvevő. Tényleg, én voltam a tartalékriporter. Úgyhogy ő ott ült a fülemen végig, és egy csomó mindent mondtál is közben. Igen? Én emlékszem egyébként. Előtte is sok mindent beszélgettünk, szünetben is, meg ugye hosszabbításig ment a meccs. És hogy mennyi múlott ráadásul. Igen. Az egy nagyon nagy, meg nekem még egy olyan meccs van, amire szerintem nem sokan emlékeztek, az egy Bajnokok Ligája mérkőzés, egy Manchester City-Napoli. Hát a Napoli-Manchester City, amit 2-1-re nyert meg a Napoli. Nekem most még egy dolog jutott eszembe, de erről beszéltünk nem is olyan nagyon régen, az meg a... Jöttem, akartam mondani, Benevento-Milán meccs volt. Amiről nem biztos, hogy gondoltátok volna, hogy még szóba fog kerülni ezen a napon, de hát ott ugye, nem tudom, mennyire emlékeztek rá, sokan bólogattok, amikor Alberto Brignoli a kapus a hosszabbításban fejelt egy egyenlítő gólt, egy egészen lehetetlen mozdulattal egyébként, szóval gondolkodtam, kapus gólt azon kívül sem nagyon közvetítettem, de hát ilyet meg aztán végképp nem.
hogy nehezebb helyzetben, hogy én nem kommentálok alapvetően. Amit helyszínen kommentátorállásból láttam, de nem kellett beszélni, az nyilván 2013 Bayern Dortmund 2-1. Az egyértelmű, amit viszont kommentálni kellett a Szaniszló Csabival közösen, és az is egy meglepő választás, az egy Róma, Leverkusen Róma 4-4-es BL. Pjanic 3. Ahol azt hiszem 4-2-nél közöltem 80 válik, ez a meccse eldőlt, és utána úgy tudott a Szaniszló arra tudom a végén, hogy hogy mondtad ezért egy Róma meccse, hogy eldőlt, egy és nekem ez a kettő, így összességében. Egészen nyugodtan. Mondja nyugodtan. Oda is, még egy kérdést tudok megvárni, utána el kell indulnom, mert... Köszi. Viszont lehet így van abszolút, hogyha... Én egy kicsit visszakanyarodnék még a válogatott témához, és a Dzsuzsák Balázsról egy olyan kontextusban, hogy szerintetek, ugye Magyarországon neki van ez a foci státusz mellett van egy ilyen közösségi médiában. Ilyen foci celeb, aha. Így van. És szerintetek, egyébként erről Attilának a véleményet szerintem tudom is, hogy igen, mert sokszor beszéltek erről a podcastben, és hát és hogy szerintetek, az a kérdés, hogy szerintetek ott lenne még a válogatottban, hogyha nem lenne akkora ez a foci sztár, foci celeb státusza. Vehetjük itt akár Szalait, vagy Gulácsit, akinek én szerintem a nemzetközi porondon eredményei nagyobbak, mint a Balázsé, de nem lehet összehasonlítani ezt a státuszt. És hogy szerintetek ott lenne még a válogatottban, ha ez a státusz nem lenne ekkora? Szerintem igen. Egész egyszerűen azért, mert nem nagyon van nagyobb merítésünk. Tehát most igazából így is határeset körülbelül jó, azért nem biztos, hogy neki stabilan kezdőnek kéne lennie már jelenállás szerint, de ugye megvannak azok az extra képességei, amelyek még mindig mindenképpen ott tartják. Azért mondom csak azt, hogy sajnos, mert tényleg nem látjuk azt, hogy bárki ott dörömbölne, hogy már pedig neki igenis nagyon ki kéne őt szorítani a válogatottba. Tehát most ki az, aki nagyon közel lenne egyébként, ez Varga Roli esetleg talán? Hát nem, maximálisan egyetértek. Tehát, hogy én szerintem sem a státusza tartja ott őt elsősorban. Meg nem tudom, Márko Rossi mennyire használja az Instagramot. Hanem... Van neki egyébként, azt hiszem, nem? Azt hiszem van. Inkább a futballtudása az. Meg azok az extrák, amiket szerintem Ádi is mondott. Tehát én lehet, hogy rosszul gondolom, de akkor, amikor jól játszott ez a magyar válogatott az elmúlt években, akkor Dzsuzsák is jó teljesítményt nyújtott. Többnyire. Tehát, hogy olyan az én emlékeim szerint nem volt, amikor valami nagy győzelmet arattunk. Beszélhetünk itt a Vels legyőzése kapcsán, a horvátok elleni meccsről. Mindig ő hozott egy Azerbajdzsánban szerintem kimagaslóan a mezőn legjobbja volt. Nyilván annak is köszönhetően, hogy egy olyan játékot játszottunk ott rengeteg beadással, rengeteg pontrugással, amiben nagyon-nagyon szépen kidomborodtak az ő értékei. Úgyhogy én szerintem nem. Kicsit a másik részére reagálva, hogy van ez a celeb státusza. Én azt gondolom, hogy az egyik, és azért válaszolok erre hosszabban, mert tényleg ez az utolsó megszólalásom itt a mai napon, hogy az itt a fő probléma, hogy a magyar futballnak a megítélése az annyira mélyen van az emberekben, vagy legalábbis a közvélemény szemében, hogy nagyon-nagyon nehéz pozitív hőssé válni futballistaként. Nemrég beszéltünk az egyik kollégámmal arról, hogy mennyire más az angol, meg mondjuk az olasz fiataloknak a helyzete ebből a szempontból. Hogyha egy olasz fiatal elmondja az osztályában azt, vagy akár az iskolában azt, hogy ő futballista és a Palermo akadémiáján pallérozódik, akkor őt a tenyerén hordozza ott mindenki. Olyan tisztelet van a játék iránt, hogy az szerintem egy magyar agy, magyar szem, magyar fül számára elképzelhetetlen. Itt Magyarországon én azt tapasztalom a saját fiam korosztályában is, hogy az, aki ott az ő osztályában van két srác, aki a Dorognak hát ez nem akadémia, hanem a Dorognak az utánpótlásában játszik, és vannak olyan szülők, akik focista. És ez a jellemző, tehát sokkal inkább ez a jellemző megnyilvánulás ezzel kapcsolatban, és én ezt szörnyűnek gondolom, mert hogy az az utánpótlás korú játékos, az igenis legyen becsben tartva, aki heti 4-5-6 edzésre eljár, aki a hétvégéit feláldozza arra, hogy focitornákra megy, és beletesz tényleg mindent, alvást, étkezést, amiről nagyon sokat beszéltünk már itt az előbb is. Úgyhogy, hogyha a problémának a gyökerét keressük, akkor ez a gond, és nagyon kevés a futballceleb Magyarországon. Kár, hogy csak Dzsuzsák Balázs az, és kár, hogy az ő megítélése is ennyire rossz. Talán még Ádám félig meddig ez a kategória.
Hát nem megkerülve a kérdést. Nyilván én azt nem szeretem, és sajnos nem egyre többször az érzés, hogy a múltból próbál megélni. Tehát azt még egyszer általános iskolában, vagy bocsánat, középiskolában kellett felelni a kölcsei húsztjából, hogy a múltnak árnyai felé visszamelegni mit ér, ez volt a kulcskérdés. Ott én azt megválaszoltam, egy rövid szóval az, hogy semmit, és azt gondolom, hogy ő nagyon-nagyon sokszor már ebből próbál megtáplálkozni. És vannak olyan mérkőzések, ahol igenis azt kell, hogy basszus, én ide állok előre, és gyertek utána. És például ez nekem Veszbe baromira hiányzott. Tök mindegy, hogy milyen az egész sereg, nekem akkor is ott kell menni elő. És vannak olyan játékosok, más futballkultúrában, más-más országban, aki ezt sokkal látványosabban tudták megcsinálni. Tehát mit tudom én, amíg az oszták válogatott nem volt ennyire frankó, de alapban már ugye játszott bőségesen a Bayern Münchenben, ő oda tudott állni. Vagy előtte mondjuk Andy Herzoggal lehetne jönni, hogyha visszább menjek az időbe. Én nála ezt hiányolom. Azt elfogadom, és ezt alá is, amit a srácok is mondta, hogy nálunk nincsen kultúrája annak, sem média oldalon, sem szurkoly oldalon, hogy a híres futballistákat, akiknek az életére az átlagnál sokkal többen kíváncsiak, azt tudja kezelni a közeg. Tehát, hogyha megnézitek azt, hogy mondjuk Zsuzsák Balázs vesz egy Bentley-t, teszem azt, mert ugye az volt, amit összetört, ha jól emlékszem, azt nem tudja kezelni már az újság. Abból a benzin fogyott ki, nem? Nem tudom már melyik volt. De tulajdonképpen mindegy. Hát ezt már nem tudjuk kezelni, hanem ez ahol már elő megjelenik az első hír, az ugye általában valamelyik bulvár médium, adott esetben a Nemzeti Sport, hogyha sportoldat nézünk, de általában a bulvár kezdi ezt el. És ő ezt már alapvetően determinálja, hogy mifelé kell, hogy na, ennek a köcsögnek ilyen autója van, nagyjából ez jön le a híradásból, és az már befolyásolja a médiafogyasztónak a hozzáállását is ehhez a kérdéshez. És ez elindít egy olyan fajta negatív spirált, ami odáig megy, hogy nem tudjuk azt elfogadni, amit mondjuk a németek vagy az angolok tök simán megcsinálnak, hogy egy-egy klubcsapat játékosainak az autóiból csinálnak mondjuk egy összeállítást, nem? Nálunk az baj, hogy ha egy ilyen autót veszel. Ott meg az van, hogy akkor csinálnak a vegekből egy összeállítást, csinálnak az autókból egy összeállítást, bármi ilyesmi, mert az a hír. Bocsánat, csak annyi, hogy te ezt alátámasztandó, hogyha az ember a válogatotthoz megy forgatni, akkor ugye a kamerának kikapcsolt állapotban kell lenni a parkolónál még. És ez nem véletlen, tehát hogy ez a közegnek sokkal inkább a hibája, mint... Ehhez képest meg nézzétek meg mondjuk azt a videót, amikor Ian Wright beszélget Jesse Lingarddal, és csak bemész a kertbe, és 8 különböző szúvál ment, tehát hogy... Igen. No, bocsánat, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, meg köszönöm, hogy engem is meghallgattatok, a srácokat remélem még tovább hallgathatjátok. Abszolút. Csak a hallgatóinktól, meg a nézőinktől köszönünk, csak gyorsan akkor ezt lezavarom, hogy Tibivel még egy közös fotót itt tudjunk az itt egybegyűltekkel készíteni. Ugye Attilái podcastjét megtaláljátok, ugye a Sport TV podcastjeként, van külön Facebook oldalatok, ugye Lesen vagyunk podcastként, keresétek, illetve Attilát és Motyit is megtaláljátok simán a Twitteren, ahogyan minket is a szokásos fórumokon, és hát hallgassatok minket a jövő héten is. Köszönjük szépen a figyelmet, meg nektek is, hogy eljöttetek. Tetek.